Ön is úgy látja, hogy egyébként ezért a hatalmas történelmi bukásért Gyurcsány Ferenc tehető felelőssé? Hát, hogy mondjam, annyiban volna felelős, hogyha annak a képességnek a birtokában lett volna, ami egy ország vezetéséhez szükséges, nem volt. Egy rendkívül jól fogalmazó, srákfertig szokták mondani mifelénk, figura, aki ahhoz képest, hogy mennyi esze van, túl sokat használja. Szóval ez nem az én mondásom, Füstminálné. És azt hiszem, hogy teljesen mindegy, hogy mit csinál. Na mondjuk a morális, most nem a magánélet moralitását tartom szem előtt, szóval az, hogy úgy viselkedett, ahogy mondta, hogy az öregecske feleséget ugye el kell hagyni, vagy el lehet hagyni. Meg kell cserélni, azt hiszem, így fogalmazott. Megtette. Szóval az öreg... Jaj, de... Miért? Ne haragudjon. Én 42 éve élek a feleségemmel, és nem jut eszembe lecseréljem. Hát Gyuri bácsi, ne haragudjon. Most ne haragudjon az én magánéletemnek, ez a jellegű beszélgetéshez. Most mi köze van? Tessék? Mi köze van ehhez? Semmi. Mit? Az én magánéletemnek ehhez a beszélgetéshez. Hát most nem tudom, hogy te elkezdett. Gyurcsányról beszéltem. Gyurcsány Ferenc. Hát a politikailag mondom azt, hogy az öregecske kommunizmust, bocsánat, akkor igyekszem pontosabban fogalmazni, azt lecserélte egy demokratikus, antikommunista alapállásra. Azt árulja el nekem, hogy a beszélgetésünk elején úgy fogalmazott, hogy majd az MSZP-ben fog történni valami. Képes az a párt egyáltalán ön szerint megújulni? Nem.